Poi io non match. Kíváncsi vagyok, hogy mutatja majd a pályán a játékosokat. Talán egy pici zoom az nem árt. Gyönyörűen látszik mind a 11 játékos, illetve a kapus leszámítva Kiss, ugye? Van. És már nyomtunk is egy nyitó gólt nektek. Visszajátszás is hangulatos. An early goal in this game after 2 minutes. Great tackling technique to win the ball cleanly. Nézzetek meg, milyen szépen látható a pálya, hogy kik merre, hogyan helyezkednek el. Sokkal jobban lehet taktikákat kidolgozni. Meg kéne már vennem a labdát. És indítjuk is a fiúkat. Hatalmas hiba. Be kellett volna somni onnan. Kicsit késő. Nézzétek, milyen szépen viszi át a képet az egyik monitorra a másikra. Hogy a menüt leszámítva a játék nagyon, nagyon is játszható. És nagyon élvezhető. Mikor menüt is meg lehet tanulni, tehát egy kisebb felbontáson, mondjuk az ember ki megfigyelő, hogy melyik opció hol van. Talán csak meg kell jegyezni, hogy hányadik le vagy föl mozdulatra kapod meg a kívánt menüt. De mondjuk jobb lenne természetesen látni. Szépen innen. Hova rúgtak, barátom? És indítjuk is a szélet. Hoppá! És ott a második. Aztán elindítunk közben egy frapszot is a háttérbe. Igen, már mennek is a számok.
Kicsit itt hagyom. Lőjenek, ha akarnak. Pár érték. A GPU teszt terhelés 81 fokon van az első GPU, a második 78, 73, 73. 43%-on mennek a GPU-k. Hát gondolom egyáltalán nincs kihasználva. Úgyhogy a frapsot mindjárt megnézzük majd, hogy mennyi. Hát közelről ugye ilyen a pálya. Kicsit játszok, hogy a fraps mérés az minden mutasson. Picit egy pár percet még tolom a játékot. Elfelejtettük elindítani egyből az elején. Most így egyébként a játék közben is a GPU terhelés maradt 43%-on. Látjátok, milyen szépen látszik, hogy ki hol helyezkedik el? Hol az emberem, honnan kell becsúszni? Oh, megelőztem. Alap esetben ennyit látnánk a monitorból, illetve a képből tulajdonképpen, ennyivel több információt kapunk. Három monitorom. Hoppá. Még egy volt, nem szeretnék nyelni. Jó, le is állítjuk a Krabs mérést. Közben a vertikális szinkronizáció be van kapcsolva, úgyhogy láthatóan 60-on ki van akadva a játék. Szerintem az most be fog zavarni, de hát megnézzük, hogy mennyit mutat. Pillanat. Kilépünk. És hát látszik a Afterburnerben, hogy igazából 80, 82 volt a legmagasabb hőmérséklet, a többi GPU 77-78 körül mozgott. Nézzünk gyorsan egy Fraps értéket. Benchmark. És hát a FIFA-nak a minimum maximumjai. Hát igen, ugye a micsoda, a vertikális szinkronizáció most itt bekevert nekünk csúnyán, mert ugye 60-at kaptunk. Úgyhogy azt most mindjárt megpróbáljuk újból egy nagyon gyors mérés erejéig. Megnézni, na, hogy szóval mennyi. Tehát a vertikális szinkronizáció, ugye itt volt a fül, ezt most kivesszük. Oké. És induljon a játék ismét. Megnézzük, mi lesz a érték. És egybe nyomunk is egy Fraps mérést. Na. Érdekes mondom, a vertikális szinkronizáció levette ugye az FPS számot, ezáltal a magok is lényegesen alacsonyabban teljesítettek, mert most a magok kivétel nélkül 80% fölött vannak. Hogy még egy kicsit hadd menjen, aztán megnézzük a számokat. Oh, 11-es adó. Csak Szabi. Fölé. On the direction of that pass and cut it out. He went in well, but he didn't get the ball cleanly. Shamak. Ashabi. Untouched
Nagyon lehet látni, ki az, akihez a labda kerülni fog. Jó, nyomjunk egy F11-et. Nézzétek meg a számokat. Most érdekes, 120 körül van a FPS, és a processzor kihasználtság 84. Ugye a fokokat is lehet látni. Mindegyik GPU egy 84%, tehát az SLI az szépen működik. Úgyhogy most kikapcsoljuk, mielőtt gólt kapnánk. Nézzük meg gyorsan a számokat. Bevegyünk a Frax-ba ismét. Benchmark, ugye a második FIFA benchmark. Ez lesz. Ugye azt látjuk, hogy 5760x1200 zas felbontásnál a minimum az 83, a maximum 123 és az average 115. Úgyhogy szépen megy a játék, ez érezhető is egyébként játék közben.